Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy gondol rád, mit tervez veled? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A központi téma itt van középen. Ő megáll egy pillanatra. Kezébe veszi ezt az arany érmét, ügyel az anyagiakra, a munkára, de megtekinti azt is, hogy mi vagy ki értékes számára. Mivel itt rólatok van szó, ez azt jelenti, hogy te értékes vagy számára. Ő úgy tekint rád, mint egy királynőre. Ez itt is látható, sőt, itt ezen a képen is. Ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, tehát így tekint rád, és az jelenti a te bátorságodat, a lelkesedésedet és a szenvedélyeket. De megjelensz itt, ennél a jóslásnál, mint egy másik királynő is, és ebben a helyzetben uralkodsz a víz eleme felett, ami utal az intuíciódra, az inspirációra, tehát egy kreatív tevékenységre, de jelenti az érzelmeidet is. Ő tervez veled egy új kezdetet, hiszen itt a 10-es szám azt jelenti, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt a kelyhekről, tehát érzelmekről van szó, és ahogy a képen látható, egy boldog párkapcsolat vagy családi kötelék. Itt is látható, hogy közeledtek egymáshoz érzelmekkel. Nála megvannak az álmok és az elképzelések. Ha hisz ebben, akkor ez megvalósul. Miről álmodik? Hogy legyen itt egy új kezdet, egy párkapcsolat kettőtök között. De ha vacillál és nem hisz az álmaiban, akkor ez a kártya utal egy illúzióra. És ezek nála a félelmek, ezek a belső kihívások, ami itt látható. Először is kezébe fogja venni ezt az aranykelyhet, ami az ő saját érzelmeire utal, hiszen át kell tennie magát a félelmeken, a bizonytalanságokon, és ha bízik a jövőben, bízik benned ebben a szerelemben, akkor közeledik így hozzád, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, és az jelenti az ő érzelmeit. Itt a múltról van szó. Ezen a képen van egy kis nosztalgia. Ez utalhat gyermekkori emlékekre is, vagy utalhat a te ex-társadra, és fél attól, hogy ez a férfi visszatér hozzád, és akkor itt lesznek kihívások. Fél attól, hogy elveszít téged. Ő most nagyon sokat dolgozik. Lehet, hogy vannak olyan gondolatai, hogy sok a munkája, kevés az ideje, elhanyagolt téged, és ez alatt az idő alatt visszatér az ex hozzád, és fél attól, hogy elveszíthet téged, de mégis megvan itt a bizalom, hiszen látható a szerencse, a sors kereke, egy új kezdet, mégis bízik abban, hogy te szereted őt, együtt maradtok, lesz itt közeledés, és lesz egy tartós párkapcsolat. És pontosan ezen dolgozik. Amit a kép még jelent, hogy egy húzavona után rendezi az anyagiakat, és az is fontos számára a húzavona után, hogy legyen meg egy tartós párkapcsolat, hogy bízz benne. És ez volt a jóslás. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.